És akkor áttérnék alapvető fotós kompozíciók alap elvek ismertetésére. Milyen képalkotási szabályokat érdemes figyelemben szem előtt tartani, figyelemmel kísérni. Egy-egy kép megkomponálás, akkor megalkotás, akkor. A művészetben szabályszerűségekről nem célszerű beszélni, bár szabályként szokták említeni, de ezeket a szabályokat áthágni is ugyanakkor érdemes, hiszen akkor keletkezik valami új, valami szokatlan, ami pont érdekessé teheti a képünket. Az első ilyen szabály az aranymetszés szabálya. Most nézzük meg, mit jelent az aranymetszés, vagy más néven harmadolási szabály. Leggyakrabban talán így találkozunk vele, mint harmadolási szabály. Ha így nevezzük el ezt a fogalmat, talán érthetőbb is lesz. Ugyanis ez a szabály azt mondja, hogy a képmező rövidebb és hosszabbik oldalát 3-3 egyenlő részre felosztva kapunk egy ehhez hasonló hálót, és a kompozíciót valamely harmadba, viszintes és függőleges irányban valamely harmadba kell elhelyezni a képen. Mégpedig úgy, hogy a téma lehetőleg a kép befelé nézzen, ne a képből kifelé. Itt is jól látszik, hogy ez a torony befelé néz a képen, nem pedig a képből kifelé. Ez a szabály segíti a kép élvezhetőségét, ennek a szabálynak köszönhetően a kép szemlélője bejárja az egész képet, nem csak a fő témára koncentrál, hanem annak környezetére is. Érdemes kipróbálni és alkalmazni ezt a leendő fotóinkon, amit elkészítünk. Túlzásba azonban ezt sem szabad vinni, mint sok más képalkotási trükköt, hiszen akkor egységúak, egyoldalúak leszünk sajnos. Ez a fotó is az aranymetszés szabályai szerint készült. Itt is jól látszik, a rácsháló segít ebben, hogy a kép egyharmadába lett téve a lepke. Itt nem tudjuk egyértelműen megmondani, hogy a képbe befelé vagy kifelé néz, viszont a hangsúlyosabb része a képen belül van, dominál, és annak köszönhetően, hogy felfelé, az ág felé néz a lepke, ahonnan ő lelóg. Nem csak a lepkét nézzük meg, hanem annak környezetét is, az ágat is megszemléljük, ahol ez csüng, ahol függ a lepkénk. A következő képen a vonalak használatát próbálom demonstrálni. Itt egyenes és hullámos vonalakat is látunk egyaránt. Érdemes ezt is tudatosan alkalmaznunk a fotografálás során. Figyelnünk arra, hogy az elég táruló témában a vonalak hogyan helyezkednek el, és ezt tudatosan próbáljuk meg úgy helyezni, hogy a fotót szemlélő tekintete az végig menjen az egész fotón. Ezek a vonalak nagyon jól segítik a tekintet vezetését. Itt van például a jobb oldalon ez a szélmalom, mellette a rengeteg tulipán, a virágágyás. És ugye megnézzük a szélmalmot, hiszen nagyjából majdhogy nem az lehet a fő téma, ugyanakkor a virágágyásokon is szinte végig fut a szemünk teljesen, de az egész képet befogjuk, szemléljük, körbenézünk a képen, és nem csak a szélmalmot tekintjük meg, mint fő témát. Ugyanúgy a fölötte lévő patak is egyfajta fő témaként jelenik meg, de nem csak a patakot nézzük meg, hanem a patakon keresztül eljut a szemünk, eljut a tekintetünk a háttérben lévő hegyekig, meg a kisebb településig. Ugyanígy a bal oldalon lévő kacskaringós útnál is sárga vonal gyakorlatilag bevezet a sziklák közötti völgybe. Érdemes játszani ezekkel, kipróbálni, hogyan is kell ezt megcsinálni. Fontos, hogy ezek a vonalak, ezek a geometriai alakzatok, ezek mind befelé vezessék a tekintetet a képre, vezessék át a képen a tekintetet, ne kifelé húzzák a képből. Itt más típusú geometriai alakzatokat látunk, a bal oldalon egy bordaszerű épített valamiféle merevítő eszközzel találkozunk, a jobb oldalon pedig a Soproni Petőfi Színház homokzatának egy része látható. Ezek is érdekes képet adnak. A jobb oldali inkább egy struktúrabeli ábrázolás, absztrakt fotóknál erőszeltetten alkalmazzák az épületeknek az egyes részeit, közeli fényképeket készítenek róla. Nem is igazából az épület a domináns, vagy az adott szobor rajta, hanem egy kisebb szeglete. A baloldali képen is egy épület, egy alagút látható, itt viszont az alagút bordái vezetik a tekintetet végig a fotón. Egészen elindulunk az elejétől a szellőző rácsokig, és végignézünk. Valószínű, ez valamiféle metró alagút lehet. Látszanak a képen a különböző
jelzőtáblák, illetve itt a kép alján a vasúti sín, de végignézzük az egész képet, és nem csak erre a főbordára koncentrálunk, látjuk, hogy egy metróalagútban vagyunk, egy alagútban vagyunk. Itt szintén egy vonal, egy híd, fő téma itt a képen is a kerékpáros, de nem csak ezt nézzük meg, segít benne a híd, hogy végig nézzük az egész képen, végig vigye a tekintetünket az elkészült fotón. Fontos a tudatos fotografálás, és a tudatos fotografálásban a kép megkomponálása, megalkotása. A fotografálás nem csak arról szól, hogy elveszem a fényképezőgépet, hú, van valami tuti fényképezőgépem, megnyomom az exponáló gombot, és akkor a fényképezőgép mindent automatikusan elvégez, megcsinál, és akkor megvan a tuti fénykép. A fényképezőgép exponáló gombjának lenyomása másodpercek töltőjesz alatt megvan. A komponálás az egy időigényes folyamat, ahhoz kell affinitás, de nagyon sok minden megtanulható, nagyon sok gyakorlásra van szükség. Portrékép készítés. A portréképet általában valamiféle szeméről szoktuk készíteni. Többféle portrékép készülhet, akár egész alakos, akár valamely testrésznek a kinagyítása, vagy valamiféle képkivágással. A portréképeknél vannak a hagyományos portréképek, amikor egy fotóalanyt szemből, profilból, oldalról, a lényeg az, hogy nagyjából az ő magasságából fényképezzük. Érdekesebb portréképeket kaphatunk, például ha szokatlanabb szemszögből nézzük. Itt van ez a lány, ezen a képen, aki egy almát szeret egy kosárban. Ahhoz, hogy a fotós fölkapaszkodott vagy egy létrára, de itt a kép hangulatából az adódik, hogy a fa valamely ágára, és fentről fényképezte a lányt. Egy érdekes hatást keltett vele, nagyon jó kihangsúlyozza az arcát, ott a bal oldalon lévő almás kosár megadja a képnek a hangulatát, egy almaszedés, a kép színe is egy őszi hangulatról áradozik, illetve jól látható, hogy a portrékép készítésénél a fotósok általában kis mélységélességet alkalmaznak. Ezen a fotón is az látszik, hogy az alma még úgy, ahogy látszik a képen, de már elég homályos ahhoz, hogy ne az legyen a domináns, hanem a hölgy arca az, ami élesen kirajzolódik. Itt is egy portrékép készült. Ennek a képnek a talán a különlegessége, vagy amiért ezt betettem példaképnek, az, hogy nagyon jól lehet olyan helyeken portrékat készíteni, ahol van valami hosszú falfelület, ami segíti a háttérképnek az elmosását. A lényeg az, hogy a lány közelében, vagy a fotóalanyunk közelében ne legyen a háttérben nagyon közel olyan tárgy, ami túlságosan élesen kirajzolódna. Érdemes úgy forogni, olyan szöget választani a fotózáskor, hogy a legközelebbi háttér is nagyon messze legyen, így, hogyha olyan objektívünk van, aminek nem túlságosan jó a fényereje, tehát nem tudjuk el olyan szépen elmosni a hátteret, az segít abban, hogy ha messze helyezzük a hátteret a fotóstól, könnyebben el tudjuk mosni. A falak mellé állított fotóalannyal is nagyon-nagyon klassz, nagyon jó képeket lehet készíteni. A lényeg, hogy a fal sose legyen túlságosan zajos, túlságosan részletgazdag, a fotóalanyunk legyen mindig a hangsúlyos a képen. Ezen a képen, és mindjárt vissza is lépek az előző képen is, a harmadolás szabályait figyelembe vette a fotós. A képzeletbeli rácshálót fektetünk a képre, itt lenne egy vonal, itt lenne még egy vonal, és itt lenne még egy vonal, akkor jól látszik, hogy a fotóalanyunk a kép aranymetszési harmadában található, ugyanúgy ezen a képen is. Itt egy másik képkivágást találunk, itt ez egy közeli képkivágás, amikor homloka, de leginkább a szeme hangsúlyos egy portréalanynak. Ezeket inkább ilyen vagy nyugati stílusú filmekben szokták alkalmazni, vagy amikor a tekintet hangsúlyos, és a tekintet mondani valóját szeretnénk megörökíteni. Érdemes ezekkel a különböző kivágásokkal is próbálkozni. Van az úgynevezett közeli kivágás, amikor a fotóalanyunk álla, illetve a fejteteje nem látszik. Egy ehhez hasonló képkivágás, itt ugyan látszik a kisfiú álla, de a fejtető nem látszik. Ez is egy nagyon érdekes képet tud adni, itt is az arcot tudjuk kihangsúlyozni, a többi nem is lényeges. A háttér itt már kicsit közelebb is lehet, de itt képen is jól látszik, hogy érdemes homogén háttérrel dolgozni. És érdemes kipróbálni a fotografálásnál a fekete-fehér színbeállítást. Itt szeretném megjegyezni, hogy sose a fényképezőgépen állítsuk be a fekete-fehéret. Azt érdemes megtartani színesben, és érdemes a különböző feldolgozó szoftverekkel fekete-fehér képet alkotni. Ugyanis, hogyha később ebből színeset képet szeretnénk készíteni, akkor bajban leszünk, mert ugyan lehetséges, a technika erre már
lehetőséget biztosít, de nagyon macerás és borzasztó igényes egy fekete-fehérből színes képet varázsolni, ugyanakkor egy színes képből fekete-fehér pillanatok alatt lehet varázsolni. Fekete-fehér képnél is érdemes tudni, nem elég csak simán fekete-fehér konverziót alkalmazni, és puff, megvan a fekete-fehér képünk. Nézzük meg egy régi hagyományos fekete-fehér fényképet. Mitől kellemes, mitől igazán fekete-fehér? Attól, hogy vannak teljesen fekete és szinte teljesen fehér részek is a képben, illetve kicsit szemcsézett. Ha csak simán átalakítjuk fekete-fehérre az a szürkányatosság képet, akkor valahogy elveszti a kép azt a varázsát, ami esetleg színesben megvolt. Mert nem igazi fekete-fehér, nincsenek benne meg az igazi sötét, illetve az igazi világos fehér színek. Ezeket próbáljuk ki. Itt van például az a fotó is. Ez egy igazi fekete-fehér kép, nem csak azért, mert néger kisfiú van rajta, hanem mert a háttér is tartalmaz megfelelő mennyiségű fekete elemet, és vannak benne egész világos részek. Kis szemcsézettséggel, egy kis zajjal ezt a képet még élvezetesebbé lehet tenni. Ezen a képen azt is lehet, be lehet mutatni, illetve a kép azt is ábrázolja, hogy nem csak az aranymetszés által adott harmadokba lehet betenni a fotóalanyunkat, a témát, nyugodtan lehet középre is helyezni. Viszont ha középre helyezzük a témát, akkor érdemes a képkivágást valami négyzet alakúra tervezni, szimmetrikusat tervezni, akkor ad kellemes hatást. Fontos, hogy a középre hangsúlyozunk, középre fókuszálunk, a kép közepére akarjuk betenni a főtémánkat, akkor figyeljünk a szimmetriára. Itt egy másik portréfogás, egy szintén szokatlan látószög, ez a kislány vagy hintázik, vagy bennül egy székben, és a fotóalany vagy lefeküdt a földre, vagy lehajolt a kislány fejéhez, vagy pedig a szék fölé állt és onnan fényképezte le. Egy teljesen szokatlan szemszög, viszont abszolút érdekessé teszi a képet, és itt is az aranymetszés által alkotott hálóba helyezte be a fotóalany képet. Itt egy tipikusan rossz fotó. A gyermek fotografálásnál nagyon fontos, nem csak a gyermeknél, a portréfotózásnál alapvetően, de a gyermekfotózásnál különösen fontos az, hogy a gyermek magasságából fényképezzük le a fotóalanyunkat, hiszen az az ő világa. Ő egy körülbelül 60-80-100 cm-en, 50 cm-en él, ott mozog, abban a világban van. Ha ezt a mi magasságunkból fényképezzük, mint ahogy ezen a képen is látszik, illetve ez a kép is példázza, a fotóalany odaállt a homokozóhoz, elővette a fényképezőgépét, nem nézve semmit, csak a gyereket, nyomott egy exponáló gombot, és elkészült ez a csodálatos fénykép. Ez a fénykép több sebből vézik. Egyrészt nem a gyerek magasságából fényképezte, túlságosan zajos a háttér, rossz fényviszonyok mellett fotózott, és nem jók a képszínei. Nézzük meg akkor egyesével a képhibát. Ugye az előbb elmondtam, hogy a gyermek magasságából érdemes fényképezni, sokkal izgalmasabb képet kapunk, illetve az ő magasságából fényképezünk, kicsit körbejárjuk, megnézzük, hogy a háttér hogyan helyezkedik el, hogy minél messzebb tudjuk tenni a hátteret, minél jobban tudjuk mosni. Sokkal hamarabb járunk sikerrel, hiszen az ő magasságában már bele párhuzamos vonalban helyezkedik el a háttér, nem pedig közvetlen mögötte, mint ahogy itt is a gyerek mögött látszik a fű, körülbelül 30-40 centire mögötte van a fű. Ha a fotós lehajolt volna, a fű nem lenne ott, és valószínűleg a fát sem látnánk, hanem jó messzire valami házakat, vagy a játszótérnek egy olyan szegletét, ami már kellően homályos lenne ahhoz, hogy ez a gyerek domináns legyen a képen. A másik hibája, hogy nem választotta ki a fotós a fotografálása megfelelő időt. Általában azt szokták mondani, hogy ha kint természetben fotózunk, akkor a reggeli, hajnali órák, illetve az alkonyati időszak a legmegfelelőbb. A déli, erős napsütés okozta időjárás nem jó, akkor jelennek meg például, hogyha egy árnyékos helyen vagyunk, és ott átszűrődik a fény, akkor ilyen foltok lesznek, akár a portréalanyunkon, akár valamiféle tárgyon, vagy fotografálni kívánt témán. Ha igazán jó portréképeket akarunk készíteni, és ezeket a foltosodásokat el szeretnénk kerülni, ugyanakkor nem nagyon adódik lehetőség arra, hogy hajnalban vagy alkonyatkor fényképezzünk, akkor érdemes kivárni valami borultabb időjárást, ugyanis akkor elég sok a szórt fény, és nagyon kellemesen bevilágított fotóalanyt kapunk. A másik hibája ennek a képnek, ugye mondtuk azt, hogy rossz időben fényképezték, rossz szögből fényképezték, és borzasztó rosszak a színei. Túlságosan vörös ez a kisgyerek, olyan vörösek a lábujjai, mint egy piros húsnak.
Tehát itt is célszerű az elkészült fotót utána retusálni, illetve egy megfelelő fényegyensúly beállítása mellett ezt rendbe tenni. Íme egy-két jó példa a fényképezésre. Itt a fotós a kisgyerek magasságából fényképezte, sőt még egy picit alulról. Igyekezett úgy fényképezni a kislányt, hogy minél messzebb kerüljön tőle a háttér. A padnak a rövidebbik oldaláról fényképezte, hiszen az utca a paddal párhuzamosan fut. Mind a két fotó úgy készült. Itt a bal alsó sarokban ugyan jobban látszik a háttér, de annyira nem zavaró, hiszen megmutatja a környezetet, hogy a kislány egy fapadon ül valamiféle teraszon, aminek faborítása van. Még a jobb alsó sarokban sem zavaró a háttérben álló anyuka, aki éppen nézi a kirakat üveget, vagy valami ember, mert kellően homályos ahhoz, hogy a kép élvezhető legyen, és a kislány legyen a domináns, hogy eszi a fagyit, és a színei is sokkal jobbak. Itt egy másik fotó egy kisbabáról, itt is szintén a gyermek magasságából készült a fotó, egy viszonylag világos háttéren. A kisbabáknál érdemes alkalmazni világos háttereket, pici gyerekeknél sokkal vidámabbá teszi, sokkal puhábbá teszi az egész képet, kellemessé teszi. Egy kellemes bevilágítás, szépen egyformán kap az arc mind a két félteke fényt, egy picit talán a jobb oldala sötétebb, de ez nem is baj, mert jól látszik, hogy a fény az a bal oldalról érkezik, illetve hogy a baba szemszögéből nézzük, akkor a jobb oldalról érkezik a fény. Egy szinte egyöntetű homogén takaró, tehát arra is figyeljünk oda, hogy lehet színes takarót alkalmazni, viszont ne terheljük túl a kompozíciót. Tehát egy játéknál, egy színes takarónál több ne legyen a képen, de igazán jó képet akarunk, akkor valami homogén takarót teszünk. Tehát nem mindenféle tiritarka ruhát adunk a gyermekre, hanem lehetőleg egyszínű ruhákat adunk rá, egyszínű háttér előtt fényképezzük, és próbáljunk meg olyan napszakban fényképezni, és olyan helyen fényképezni, ahol kellő mennyiségű fény van. A gyerek tekintetét is oda lehet vonzani mindenféle játékkal, odahívjuk az anyukáját, ő játszik vele, illetve bábozik neki, akkor el tudunk kapni egy-egy ilyen kis mosolygós képet. Érdemes otthon próbálkozni, ezeknek a tanácsoknak a figyelembevétele mellett sokkal élménygazdabb a képet készítünk. És kerüljük el a vakó használatot. Ha portrézunk és nem vagyunk profik, nincsen megfelelő felszerelésünk mesterséges fény előállítására, akkor használjuk ki a természetes fényt. És keressük a szokatlan látószögeket, mint ahogy ez a kép is példázza. Nem csak feje van annak a gyereknek, van lába is, keze is. Ez például egy nagyon aljas fénykép, egy kis puha szőrmet takarón, két kis tappancs. Érdemes kipróbálni a különböző szögeket. Itt egy fotó, ami egész jó fénykép lenne, egy borult, valószínű borult időben készülhetett, hiszen kislányon is esőkabát látható, esernyővel a kézben. Viszont egy hibája van a képnek, túlságosan lent van a gyermek. Ahogy mondtam, hogy ha harmadolásban gondolkodunk, akkor érdemes úgy elhelyeznünk a témát, hogy a téma befelé nézzen a képbe. Itt a kislány egyrészt a középső függőleges vonalban van, az annyira nem is lenne zavaró, viszont alatta nagyon kicsi a hely. A fotós egy kicsit lejjebb ereszkedik, egy kicsit hátrébb teszi a témát, mondjuk a kislány 5-6 centivel feljebb van a képen, sokkal több előteret kapunk, az előtér oda vezet a kislányhoz, és végignézzük az egész utat, ahol van. De így, jelen pillanatban gyakorlatilag a hátteret már csak az nézi meg, aki megunta a fotót, és kicsit tovább akar tekinteni. Alapvetően a kislánynál megakad a szeme. Ez egy félúton van a jó és a rossz között. Jó lenne, hogyha egy más képkivágást alkalmaznának. Tájképkészítés. A tájképkészítése különösen igaz a korábban elmondott pár alapvető instrukció. Tájképeket általában alkonyatkor vagy pirkadatkor érdemes elkészíteni. Vannak olyan fotós megmérettetések, ahol ha képen látják, hogy nem akkor készült, jóformán szóba se állnak a fotóssal. De érdemes választani még különlegesebb időket, például az éjszakai esti fényképezést, különösképpen igaz ez a városi fotografálása, ahol vannak éjszaka mesterséges fények, és az a különleges rajzolatot, különleges fényt, különleges színt adhatnak a fényképeinknek. Érdemes ezt végigpróbálgatni. Azt érdemes tudni, hogy a tájképfotózásnál, főleg, hogyha korlátozott fény áll rendelkezésünkre, mindenképpen érdemes állványt használnunk. Tehát állvány nélkül
ne is induljunk el fényképezni, előbb-utóbb szükségünk lesz rá, szükségét érezzük. Ha állványunk nincsen, meg tudjuk oldani ezt egy babzsák-szerű anyaggal, amit egy ilyen hungarocell golyóval töltött paplan tud helyettesíteni. Ezt a fényképezőgépünk alá tudjuk tenni, ebbe kényelmesen bele tudjuk ágyazni a fényképezőgépet, viszonylag mozdulatlan tud maradni, és a gépet időzítő exponálásra beállítva gyakorlatilag mozdulatlanul tudunk exponálni, és ha minden igaz, akkor a képünk is mozdulatlan marad. Azonban, ha szeles időben akarunk fényképezni, akkor hiába mozdulatlan a gépünk, ha a témát lobogtatja, fújja a szél, akkor lehet, hogy nem kapjuk meg a kívánt eredményt. Viszont nem kell csüggedni, hiszen a szelet is tudjuk ezáltal ábrázolni a fényképen, jól meg tudjuk mutatni azt, hogy egyes részeket mennyire tépáz, mennyire megmozgat a szél. Lesznek olyan elemek a képen, amik szinte tűélesek, viszont lesznek olyan elemek, amik teljesen elmosódottak. Nagyon kellemes képet eredményez ez a típusú fényképezés. Itt egy tájkép, ez talán a reggeli időkben készült, de igazából nem tudom megmondani, előfordulhat, hogy alkonyatkor. Sokkal kellemesebb színárnyalatú ilyenkor a kép. Nem annyira élesek az árnyékok, bár már kivehető tud lenni, de ehhez hasonló fényeket máskor nem lát a napközben az ember. Szintén egy kora reggeli vagy naplementekor készült fotó. Itt ilyenkor, hogyha van egy kis pára a levegőben, nagyon jól lehet érzékeltetni a tájnak a mélységét. Hogy a gondolatok egyre világosabbak lesznek, hogy egyre több pára lepi el, hátrafelé haladva egyre világosabbak a táj dombozati elemei. A tájfényképezés. A tájfényképezés, ez már egy kicsit körültekintőbb és felszerelés igényesebb fotózás. Nem feltétlen felszerelés igényes, de általában az előbb-utóbb egy-két kiegészítő kellékre szükségünk lesz. A képen két teljesen különböző tárgy látható, azonban egy közös van bennük, mind a kettő fényes tárgy. Ezeket a legnehezebb lefényképezni a tárgyfotózáskor, ugyanis a visszacsillogó felületen minden látszik. Látszik a fényképezőgép, látszik a fotós, aki fényképezi, a tárgyat körbevevő, berendezés, stb. Nagyon körültekintően kell berendeznünk a kis mini stúdiónkat, hogyha ehhez hasonló eredményeket szeretnénk kapni. Ehhez már szükségesek lesznek különböző külső vakuk, stúdióberendezések, különböző fényformáló eszközök, különböző fényterelők, és még egyéb más apró trükkök is. Például alkalmazhatjuk a korábban megismert polárszűrőt is, ami segít a csillogás egy részét levenni. Egyes fotósok, hogyha a csillogás annyira nem fontos, de szeretnék megmutatni azt, hogy a felület valamilyen módon tükröződő, szokták azt csinálni, hogy dezodorral lefújják, és akkor egy kicsit mattabb, kicsit tompább csillogást adnak, és abban már nem látszanak meg annyira a környezet elemei. Ennél a fényképnél valószínű, hogy kétféle módon lehet elkészíteni ezt a tükörképet. Egy eredeti fotóról, tehát egy tükröződő felületre helyezett témáról, de ezt szokták kevésbé használni a fotósok. Általában ez egy photoshopos utómunkával, az eredeti kép megtükrözésével történik. Itt a jobb oldali képen láthatunk egy kávét. Vannak olyan ételfotósok, akik olyan ételeket fényképeznek le, amik valójában nem ehetőek, tehát teljesen mesterséges anyagokból vannak. Ahhoz, hogy sokáig fotózható legyen, sokáig alakítható legyen, de hogyha elég ügyesek vagyunk, gyakorlunk, valóságos ételekkel is el tudjuk ezt készíteni. Csak gyorsnak kell lenni, mert nem kell megvárni, míg a tejszíja belolvad, vagy a tejszíja van a csoki szétfolyik.